titkos kutya. Feri már évek óta nagyon szeretett volna egy kutyát, de hiába kérlelte a szüleit, hogy vegyenek neki egyet. Vagy elengedték a fülük mellett Feri kérését, vagy csak annyit mondtak. Majd, ha nagyobb leszel, beszélünk róla. Bezzeg a legjobb barátjának volt egy gyönyörű, aranyszőrű kutyája, Linda. Az egyik nap az iskolában Jocó kipirult arccal újságolta, hogy Lindának öt kölyke született. Feri alig várta, hogy láthassa a kiskutyákat. Tanítás után azonnal Jocóékhoz sietett, mind az öten egy kosárba feküdtek Linda mellett. Nagyon picik voltak. Ha egy kicsit nagyobbak lesznek, megfoghatod őket, ígérte Jocó. Ettől a naptól kezdve Feri minden délután meglátogatta a barátját figyelte, hogyan nőnek a kölykök, játszott velük és simogatta őket. Beni, Balú, Bigi, Bocsi és Berni, az öt apróság egy idő után a farkát is csóválta örömébe, ha meghallotta Feri hangját. Ferinek Balú volt a kedvence. Ugyanolyan gyönyörű, arany színű szőre volt, mint a mamájának, Lindának. Amikor Feri belépett Jócójék ajtaján, mindig Balú ödvözölte őt először. Jocónak is feltűnt, milyen jól kijönnek egymással. Szívesen neked a dombalut, látom, mennyire szeretitek egymást. Az összes kis kutyát úgy sem tudom megtartani, mondta egy nap Jocó. Tényleg nekem adnád? kérdezte boldogan Feri. Persze, nálad biztos jól fogja magát érezni. Még egy-két hétig Linda mellett a helye, de utána elviheted. Ismételte meg Jocó az ajánlatát. Feri majd kiugrott a bőréből. Egyfolytában csak arra tudott gondolni, hogy végre lesz saját kutyája. Ettől kezdve még több időt töltött a barátjánál. Azt mondta az állatorvos, hogy holnap elviheted Balut, közölte mosolyogva egyik reggel nyocó az örömhírt. Feri most döbbent rá, hogy a szülei nem is sejtik, mire készül. Egész nap azon törte a fejét, mit tegyen. Nem volt bátorsága beszélni velük, mert félt, hogy nemet mondanak neki. Úgy gondolta, legjobb, ha húzza az időt. Közeledett a hétvége, ezért a következőt találta ki. Pénteken elutazunk a nagyihoz, most nem vihetem el balut. Semmi baj, majd elviszed hétfőn, nyugtatta meg Jocó. Eljött a vasárnap este, és Feri még mindig nem mert szólni a tervéről, ezért hétfőn újabb kifogással állt elő ma fogorvoshoz megyek, holnap zongora órán van, szerdán foci kell mennem, sorolta az indokokat. És ez így ment egész héten. Jocó kezdte azt hinni, hogy a barátja nem is akarja igazán a kiskutyát. Ha nem akarod elvinni balut, mondd meg nyugodtan, nem haragszom meg, oda tudom adni másnak, mondta kedvesem. Feri még a gondolattól is megijedt, hogy balumás hova kerülhet. Holnap mindenképp elviszem, ígérte. Este lefekvés előtt hosszasan téblá volt a szobája előtt. Ferikém, valami baj van, fáj valamit? kérdezte az anyukája. Feri végre összeszedte minden bátorságát, és megszólalt. Mami, te milyen kutyafajtákat ismersz? A tacskót, a kuvaszt, az uszkárt, a vizslát, a farkaskutyát és a titkos kutyát? Vágott közbe izgatottan Feri. A mama felvonta a szemöldökét és érdeklődve nézett Ferire. Titkos kutya? kérdezte. Igen, ez egy olyan kutyafajta, amiről nem szabad beszélni senkinek, és el kell rejteni, különben baj történik. Miféle baj? csodálkozott az anyukája. Például kiborulnak tőle a szülők bögte ki Feri. Vagy úgy, mondta a mama, aki már kezdte sejteni, hova akar kiukadni Feri. – Te ismersz ilyen titkos kutyát? – Vagy talán van neked is ilyened? – kérdezte mosolyogva. Feri pólintott, és hirtelen megerett a nyelve. Elmesélte, hogy Jócó neki ajándékozta a világ legaranyosabb kiskutyáját, akivel nagyon jól megértik egymást. Bevallotta azt is, hogy nem mert szólni, mert félt, hogy nem hozhatja haza Balut. Szerencsére a mama egyáltalán nem lett mérges, Megsimogatta a Feri fejét, és azt mondta, holnap elmegyek veled Balúért, nagyon kíváncsi vagyok arra a híres, titkos kutyára.